Hát ugye igazából még csak egy nap, hiszen tegnapi nap volt az első a mérkőzés után. De a mérkőzés után síralmasabb volt, és az ott tényleg egy olyan hangulat volt, ahol nem volt jó lenni, és rossz érzés volt. De a tegnapi nap már egy kicsit szerintem ez oldódott, hiszen persze kell rá gondolni, meg kell ezekre a dolgokra egy kicsit gondolni és visszatekinteni, de hát a következő meccsekre kell figyelnünk, mert hogyha most azon rágódunk, hogy két vereséggel kezdtük, ami persze, tehát erre is gondolni kell, hiszen javítani kell ezeken a dolgokon, de csak erre gondolunk, akkor nem tudunk előrelépni, és a következő meccseket is elveszíthetjük ezek miatt a dolgok miatt. Hát igen, amennyire ismerem ezt a csapatot, de vannak ott játékosok, akikkel játszottam együtt, meg jó barátságot is ápolunk. De azért őnek is a játékosaik kicserélődtek nagy része, úgyhogy tényleg egy nagyon, én úgy gondolom, hogy egy nagyon kemény mérkőzés lesz, főleg annak tudatában, hogy most nem úgy játszunk, és nem olyan a csapatnak a játék, amit mondjuk az előző évben volt, és emiatt sokkal görcsösebben játszottunk már a Szeged elleni meccsen is, és bízom benne, hogy azért a Paks ellen ez egy kicsit még oldódni fog, és akkor talán egy kicsit jobb játékkal, meg jobb tényleg támadással, és még főleg még jobb védekezéssel tudunk előállni, és megnyerni a mérkőzést. Múlt héten megszületett a kislányom, igazából ez még nagyon friss, úgyhogy most még erről nem sok mindent tudok mondani. Hát ezt is, ezen a téren is próbálok helytállni, meg hát a feleségem is, a Dóri, úgyhogy hát még ismerkedünk egymással, úgyhogy ez majd még alakulni fog. Uh-huh.